alternatíva jöhettek ki. Tehát például Szlovénia, mint köztársaság először jön létre a történelemben, ha 18 egy rövid pillanatától eltekintünk, mégpedig egy föderatív alakulat autonóm köztársaságaként, amely majdnem felöleli a teljes szlovén etnikai területet. Tehát az előző időszakhoz képest történik egy előrelépés, az más dolog, és ez a későbbi időszakban már ki is fog derülni, hogy ez a konstrukció, ugye a 36-os szovjet alkotmányból átvett mintaként, nyilvánvalóan nem jelenthette a délszláv nemzetek egymáshoz való viszonyának egy történelmek tartós rendezését. Ez egy nagyon bonyolult konstrukció volt, amit Tito létrehozott, és ez hát működött is azzal a megszorítással, hogy már a kezdetén az alapproblémák, amelyek később az ország felbomlásához vezettek, már jelen voltak csillájukban. Az egyik ilyen, hogy a kommunista párt gyakorlatilag az egykori partizánok befolyása alatt volt, és hát itt nem egyforma mértékben voltak reprezentálva az országon belül népességet, tehát a szlovének, horvátok az egykori népfelszabadító háborúban is, hogy úgy mondjam, alul reprezentáltak voltak, viszont a boszniaiak és a montenegróiak felül reprezentáltak. Ennek következtében a titói Jugoszláviában is ez valahol jelen volt egyfajta hatalmi egyensúlyvesztés formájában. Most Tito hát abban nagyon ügyesnek bizonyult, hogy amikor a feszültségek hát konfliktus formáját öltötték volna, vagy mielőtt konfliktus formát öltötték volna, akkor belső tisztogatáshoz folyamodott, és hát itt nem volt képletes se a szervekkel, sem a bosnyákokkal, sem a horvátokkal kapcsolatban, végig is ment ez a vasseprő, és ilyenkor újra egyfajta egyensúlyi állapot teremtődött. Mennyire voltak jellemzőek Titóra a szláv elképzelések? Arra gondolok, hogy mennyire kívánta Jugoszláviát a délszlávok államává tenni, albánokra, magyarokra, németekre gondolok. Az 1944-es időszakra, az 1944 novemberében kezdődő időszakra, amikor tulajdonképpen fizikai terrorral sújtották a magyarságot, ami gyilkosságokat, a partizánok garázdálkodásait jelentette a vajdaság területén. Az igaz, hogy Horvátország és Bosznia területén a szerbek jelentős számban vettek részt a partizán mozgalomban, azonban Szerbiában 1944 nyaráig gyakorlatilag nem létezett partizán mozgalom. 1941-ben ott lángolt fel először, de utána ezt leverték a németek, és attól kezdve Szerbiában a csetikek, tehát a királypártiaknak a befolyása sokkal erősebb volt. 1944 nyarán Tito támadást indított a szerbiai csetnik alakulatok ellen, de egyben amnestiát is ígért mindenkinek, aki átáll. Nagyon sokan átálltak. Köztük olyanok is beléptek, akik meglehetősen kétes alakoknak számítottak. A szerb nacionalizmus olyan képviselői, mint például Vásza Csubrilovics, aki annak idején a Szarajevói merényletben kezdte a karrierjét, egyike volt a merénylő társaságnak, majd pedig a 30-as években már olyan memorandumot készített el, amely a kisebbségek kitelepítését célozta.